Az eltelt 7 év alatt a szervezők bebizonyították azt, hogy a városrészben is lehet tartani egy olyan napot, amikor az egész lakosságot meg tudják mozgatni, vélekedett a szervező Palini Sport és Kulturális Egyesület elnöke Kuti László. Nagy szerepe van mindebben a támogatóknak és azoknak a lelkes helyieknek, akik évről évre magukra vállalják a szervezést. Most úgy néz ki, hogy a 7. falunapra elértük azt, hogy egész napos igazi programmá vált a rendezvényünk, különböző fellépőkkel, ügyességi versenyekkel, sztárvendéggel, lényegében egy kis városnapja, mert sokan nevezték azt is, hogy Palinban most már nem faluna van, hanem pici városnap, és megmondom őszintén, hogy a szervezők nevével egy kicsit büszkék is vagyunk, mert a mai világban nagyon nehéz az embereket összefogni egy kicsit, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz. Dénes Sándor polgármester nem első alkalommal nyitotta meg a rendezvényt. Nagyon fontos ez a falunap, tehát ennek egy olyan összetartó ereje, szerepe van, hogy ebben a városrészben lakók ilyenkor eljönnek, elfelejtik gondjaikat, bajaikat, leülnek, söröznek, beszélgetnek, a fellépőket meghallgatják. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos. A hagyományokat ápolni kell, és én ez, mint polgármester ehhez a támogatásomat is mindig adni fogom, mert jó ügyet szolgál. Egy igazi falunaphoz méltóan nem maradhatott el a főzőverseny sem, a programok közt pedig idősebbek, fiatalabbak is megtalálhatták a kedvükre valót.